Mi volt a mai téma? Hat világba születés, sokai. Máshova nem lehet. Pros and cons. Okay. Ez a téma. És próbálj engedjétek meg, hogy sok szeretettel köszöntsem magyarországi karmakagyupa közösség és a megjelent szanga nevében Láma Legsét. És ezennel szeretettel átnyújtsam neki a szokásos ajándék telefont, amelyet addig használhat, amíg fölvesszük az egész hanganyagot. Köszönjük szépen! Mindig próbálom leszedni. Guru Kanjoto Jinjina Jamebe Benam Lalu Lago Yajinjina Nara Sungi Sinjina Yena Taja Sinjina Vanshikura Sinjina Jushit Prasinjina Gushit Prasinjina Bama Ambeza Guru Bema Devada Ginika Ya Bikinza Om Vaka Bikinza Tita Bikinza Hung Sarva Bikinza Shri Svonji Chudan Soji Sonam Na Sanji Bardu Dani Jam Sanji Daki Jin Soji Besu Nam Ji Dora Besu Sanji Dabrishu Rirade shinji denjen badan sanji shinde minde prabhaye doge nanda shinan jubhaja sanji nam jinan badan loye zida jida va chi chuntu mandu bhai chu chi kolo kodo so. Jó reggelt kívánok, épp ideje felébredni. Tehát a hat világban való újjászületés, igaz? Kellett nekem mondani, hogy választhatok témát, mi? Tehát a Buddha megkülönböztetett, ez így hallatszik, jó? A Buddha megkülönböztetett 84 ezer érzést, igaz? Ezért tanított 84 ezer tanítást. De igaz, csak abból lettek különböző iskolák. Sajnos az iskolákból lettek a különböző balék. Igaz? Könnyebb látni a különbséget egymás közt, mint a hasonlóságon. Tehát, hogy visszavezessük az egészet a tyúkrasra, tojásra. A Buddha megkülönböztetett két igazságot. Dembanyi. Igaz? Két igazság. Az abszolút, döndam, tibetül. Dön az azt jelenti, hogy értelem, és tam, az azt jelenti, hogy a valós, az eredeti. Értem a szójátékot? Tehát mind a két szó azt indikálja, hogy egy abszolút igazságról beszélünk, igaz, ami túl van gondolatokon, beszéden, mrászám, gyümé. Túl van beszéden, kifejezésen és gondolaton. Igaz? És a relatív igazságod, künzok tibetül,
Ami szó szerint azt jelenti, hogy kitalált marhaság. Okis. Olcsó kínai szar. Kün zop. Kün az azt jelenti, hogy mind, és zop az azt jelenti, hogy kitalált. Értem? Igaz, amikor mondjuk beleköltözöl egy új városba, és az elején minden szép. Igaz? És aztán második nap ennyivel csökken a lelkesedésed, harmadik nap ennyivel, és stb. Igaz? Tehát most már bele is tudok fulladni. És az még megmelegszik között. Tehát értem a különbséget, a relatív. De a relatív szó nem rossz különben. Érdekes, hogy Einstein kapott egy Nobel-díjat, a Buddha 2500 éve már elmondott. Tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy ez a két igazság nem mond ellent egymásnak. Ha ezt nem értjük meg, az egész dharmánk rossz irányba megy. Ha azt hiszik, hogy a kettő nem ugyanaz, vagy hogy ellentétes irányba megy. Értem? Az abszolút igazság, az szépen fel van vázolva a Prajnaparamita szutrákban, igaz? A szív szutra biztos ismeritek. Az hívják szív, tulajdonképpen nem szív, hanem eszenc. Nying a szív, Nyingpo, az azt jelenti, hogy valaminek az eszenciája. Tehát a prajna, vagy a felsőbb tudás eszenciája. Tehát azért hívják eszencia, vagy szív szutrának, mert az a prajna paramita szutráknak a kondenzált, igaz? Hát három oldalba összetették. És akkor mi fért belé? Nincs orr, nincs fül, nincs száj, nincs szem. Na ezt menj magyarázd el egy biológusnak, aki eget mér és bólint. Igaz? Na jó. Tehát ezt értsük meg, hogy a két igazság, az abszolút és a relatív. Nem, hogy nincs ellentétben, hanem még támasztja is egymást. Ugyanaz a kettő. Csak a két oldala az érmének. Igaz? Tehát az abszolút igazság, az abszolút bodhicitta ugyanaz, igaz? Ami abszolút, már mindegy mi. Az már túl van mindenem. De a relatív igazság, az függ. De mitől? Hát, több dologtól. És azok mitől függ? Még több dologtól. És akkor itt van egy nagy internetünk, igaz? Na, ezt hívják karmának. Karma szanszkritul lé, tibetül, lé. Szanszkritul annyit jelent, hogy történés. Igaz? Tehát semmi mágikus puttyogás nincs benne. Egyszerűen történt valami, történik az karma. Igaz, feldobsz valamit, az le fog esni. Ha nem hiszed, állj alá. Próbáld ki, igaz. Ne téglával kezd. Az a szó, hogy Buddha, igaz, két szótagból áll, szanszkritul és tibetül is. Igaz, Bud és Dha. Tibetül Sangye. Sang, tulajdonképpen nagyon ritka szó, nem igen láttam máshol még, de az azt jelenti, hogy megtisztítani. Tehát a Buddha megtisztította a karmáját. Ha egyszer megtisztítottad a karmádat, akkor nincs mit történjen. Nincs mi újra szülessen. Igaz? Gyé az pedig azt jelenti, hogy kiterjed. Mi a tari központ neve? Benne van a dárgyé. Igaz? Hogy? Dárgyalék.
Darjeeling. Karma az azt indikálja, hogy karma kagyu, igaz? Darje, mind a két szó azt jelenti, hogy kiterjedni, igaz? Liszt, potló. Tehát a dharma terjesztéséről szól, igaz? Linga szigetet jelent, ebben az esetben templomra céloz, igaz? És Ratna? Ratna az is benne van. Ratna az kereket jelent. A dharma kerékre céloz. Na jó. Tehát sang az azt jelenti, hogy megtisztította a karmáját, gyé az azt jelenti, hogy... A gyé az azt jelenti, hogy kiterjesztette a bölcsességét, igaz? Ha egyszer megtisztítottad a karmádat, és megértetted a tudatodat, akkor ha tetszik, ha nem, meg vagy világosodva. Ennyire szimpla. Ennyire. Na most a kettő nem két különböző procedura. Tehát nem úgy van, hogy alternálod, most tisztogatok, most gyűjtögetek, hanem mindegy vonalon, amikor nézel egy filmet, igaz, hogy ahova viszed, ez ahogy úgy növekszik, úgy csökken a másik. A kettő együtt. Tulajdonképp ugyanaz a kettő. Na. Tehát, ha valakinek olyan elképzelése volna, hogy meg akar világosodni, anélkül, hogy megtisztítsa a karmáját, akkor nagyon sok sikert kívánok. Igaz? És akkor innen jön a nöndrú gyakorlat, igaz? Amit sajnos lefordítottak. És akkor lett belőle előkészítő gyakorlat, igaz? A nőn azt jelenti, hogy elő, és dő az menet, tehát előmenetet jelent. Tehát előkészítő gyakorlat a szó szerint azt jelenti. Csak sajnos a nyugati kultúrában mindenki szeret minden tegnap, igaz? Nincs időm nöndrozni, egyenesen ma a mudra, öcsém. Igaz? Ki lehet próbálni. Csak ne csodálkozz, hogy 5 perc múlva belé alszol, vagy megunod. Miért? Mert nincs hely a tudatunkban a tisztaság miatt. Nincs hely a tisztaságnak, igaz? Tehát amíg nem tisztítjuk meg azt a zevőeszközt, addig nem lesz valami bizalomra gerjesztő, ahol felszolgálni egy első osztályú vendéglőbe, igaz? Tehát megtisztítod a tányért, és utána belé teszed a szép előkészített indiai ételt, és azt fel lehet szolgálni. Sanjé megtisztított karmát, összegyűjtötte az eredeti tudást, igaz? Tulajdonképpen a jési az mindig ott van, a dzsána az mindig ott van. Tehát ami az eredeti tudást. Jé az azt jelenti, hogy kezdettelen, primordiális. Tehát nincs eleje. És jé az tudás. Tehát itt egy olyan tudásról beszélünk, ami mindig ott volt, mindig ott lesz. Csak amíg a felőket el nem kergetjük, addig nem látjuk, igaz? Persze van több megközelítés, igaz? A kagyu az lentről kezdi. Tehát a kagyu vonal az ott kezdi, ahol vagyunk. Első lépcső, második, stb. Jobban ajánlom a nyugatiaknak. A dzogcsén az mindent fentről kezd. Tehát a dzogcsén már eleve megvilágosodás szempontjából kezd mindent. Sokkal szexibb. De nagyon könnyű félrelépni. Nagyon könnyű félrelépni. És még könnyebb beszélni róla. Igaz?
Az nekem nem mondja senki, hogy a dobcsémban nincsen nőndró. Én az első retreatem az kagyű volt, tehát ott volt a 400 ezer leborulás, Dodge Sempa Mandala és Guru Yoga. A Dzogchen Nyendronban 900 ezeren volt, csak hogy tudjátok. Úgyhogy nem unatkoztam. Nem volt időm dzogchenezni. Ezt muszáj belé tegyem, nem bírom ki. Hallom, hogy volt egy nagy buddhista konferencia Budapesten, és megvitatták, hogy nincs hit a buddhizmusban. Ez kurva jó. Mutass nekem egy szöveget, amelyikben nincs benne az a szó, hogy dépa. Hit, igaz? Mutass nekem egy buddhista szöveget. A Mahakala szöveg azzal kezdődik, hogy dépadang niddam cigi. Tehát a hitem és a szamajam által gyere. Igaz? Nem azzal kezdődik, hogy a vizualizációm által. A meditációnak az alap hibája, igaz? Az első hiba az, hogy nem akarunk meditálni. Tibetiül nagyon szép szó, lélo. Az a lustát jelent. Itt most nem feltétlenül fizikai lustaságról van szó. Tehát akire ez célozattól még ledolgozhat 16 órát, igaz a bankban. Itt meditáció szempontjából, aki nem akar meditálni, az lélo, igaz? Tehát lusta meditálni. És ennek van három ellenszere, négy, de a negyedikről most nincs mit beszéljünk. Tehát az első az a motiváció, igaz, dümba. Tehát kell egy helyes motiváció, hogy miért dharmázunk, mert különben lesz belőle egy ilyen trend, és amikor megunjuk, vége, mint minden másnak, igaz? Tehát miért meditálunk, igaz? Hát, hogy megvilágosodjunk. Csak azért meditálsz, mert a szomszéd is meditál, vagy mert trend, most már nagyon megy a trend, igaz? New Age, minden hülyeség. Tehát a helyes motiváció az, hogy elérjük a megvilágosodást, igaz? Theravada szempontjából. Mahayana szempontjából ugyanez, csak hogy minden lény javára. Ezt nevezik bodhicittának, igaz? Tantra szempontjából mi már meg vagyunk világosodva. Igaz? Azzal kezded a tantrát, hogy én Tara vagyok. Ha nem hiszed, akkor nem végzed a gyakorlatod. És miért nem hiszed? Mert nincs hited. Tehát második a hit. Dépa. Igaz? Tehát megkülönböztetünk nagyjából a vakhitet, azt már nagyon jól tudjuk, hogy mi. És van logikus hit, az a karma. Ki mint vett ugyarat. Igaz? Tehát hinni a karmában, vagy hinni a dharmában, az az egy és ugyanaz. Aki... Többen kérdezték tőlem, hogy úgy van értelme dharmát gyakorolni, ha nem hiszek a következő életben. Hát akkor miért gyakorolsz? Hát akkor menj bulizni. Ha azt hiszed, hogy meghalsz és minden, akkor menj bulizni. Nem? Kalorumpocsét egyszer meghívták Hawaii-ban, egy jó millió mos, igaz? De valahogy nem értette az egész dharmás, biztos lehetett egy komoly szövege, mert amikor Kalorumpocsé ment tanítani, azzal kezdte, hogy
következő embereknek nincs mit keressenek itten. Egy, aki nem, azt hiszi, hogy nem fog soha meghalni. Sose halunk meg, igaz? Kettő, aki azt hiszi, hogy amikor meghalunk, utána jobb lesz. Hát hülyíthetjük magunkat, hogy meghalsz és mész a mennyországba. Akkor miért sírsz, amikor meghal, édesanyja? Mi nem örvendesz? Igaz? Valaki elhiszi azt, hogy meghalsz, és csak úgy semmi nélkül elmész egy szuper jamaikai rezortra. Igaz? Nagyon jól tudjuk, hogy mi se hisszük el, igaz? Oké. Tehát volt először a helyes motiváció. A hit, hinni a dharmában és hinni a karmában ugyanaz. Értem? Tehát mit nevezünk hitnek? Látni a kvalitásait, a tetteit következményének. Így van megfogalmazva tibetül. Tehát itt most pozitív tettekről van szó, igaz? Gyakorlunk valami pozitívat, és akkor látjuk, hogy a következményei pozitívak. És akkor egy kicsivel több lapáttal teszel rá. Értem? Tehát látod, hogy valami visszajött. Nagyon szimpla példa, igaz? Új városba költözöl, megkérded a szomszédtól, hogy hol van ez és ez a hely, és elmondja, és ha igaz volt, akkor már tudod, hogy tőle kérdezheted. De egyszer átrázott, akkor már... Igaz? Akkor már ehhez nem mehetek. Tehát ennek hiszel, annak nem. Igaz? Ennyire szimpla. Na ugyanez van a dharmával, és igaz? Ott van... mindjárt 2800 éve, igaz? Milliárdan érték el a megvilágosodást. Igaz? És ezek a gyakorlatok által. Igaz? Milarepa azt mondta, hogy ezért van a vonalima. Igaz, hogy felevenítsd a múlt megvilágosult mestereket, hogy te is követed a példájukat. Igaz? Tehát a motiváció, hit és szorgalom. Hát tulajdonképpen az első kettő nem ér semmit, ha nem csinálunk valamit. Igaz? A hited nem ér semmit, ha nem gyakorolsz. Igaz? Tehát nagyon fontos mind a három. Nagyon. Akkor... a karmáról. Nagyon félreértett dolog. Igaz, sokan azt hiszik, hogy a karma egy olyan egy könyvben minden meg van írva előre. Semmi köze nincs ehhez a karmához. Karma egyszer annyit jelent, hogy történés. Igaz? Akció. Tehát valami történik, annak lesz következménye. Igaz? Ennyire szimpla dióhéjban. Egyébként nem egy könnyű dolog megérteni, még azoknak sem, akik hisznek benne. Egyébként a 8. bodhisattva bumin kell legyen valaki, hogy a kételjei eloszlossanak a karmában. A 8., nem a 7. bumin. Ezt csak azért mondom, mert a 7-es és a 8-as között nagyon nagy a szakadék. Tehát nem mintha elértem volna az első sem, de azt mondják, az első hétig még fel lehet szárnyalni, de onnan már a 8-as már nagyon nagy falat. És utána a 8-9-10 már annyira finom a különbség köztük, hogy azt már nagyon mikromokban mérik, igaz? Tehát, hogy a kételjeink elosszanak a karma felől, a 8. buminkkel legyünk. Úgyhogy ha néha ilyen ötleteink vannak, hogy ebbe kétkedem, az normális, igaz?
Főleg, ha van valami intelligenciánk is, nem csak nézzük a tévét, igaz? Hogy teljesen megérteni a karmát, az egyike a négy dolognak, amit csak egy teljesen megvilágosult Buddha ért meg. Igaz? Tehát nem egy könnyű falat, mert a karma és a relatív igazság az ugyanaz. Tehát megérteni a karmát, megérteni a relatív igazságot ugyanaz. Ha már megértetted teljesen a relatív igazságot, akkor megérted az abszolútot is, már kettő ugyanaz. Jinyi és Jitta. Igaz? Az Angcsomönlámról hallottatok, igaz? Ha melyik az első szótagja? Jinyi és Szudák. Ti, akik a tíz irányban vagytok, igaz, Jinyi? Tulajdonképpen nem lehet lefordítani, mert nincs értelme önmagában. G az azt jelenti, hogy ennyi-annyi, és nyi az megint ennyi-annyi. Tehát G nyi az amennyi. Igaz? Mennyi? 30? Mi 30? Mi mennyi? Valami abszolút igazság, hogy mondjam el? Igaz? És akkor van jitta. Ez már könnyebben, mert a tá az látszatot jelent. Tehát az első, az abszolút igazság, az arra célozza, hogy vannak a dolgok. A második, a relatív igazság, az arra célozza, hogy tűnnek. Ahogy látszik. Tehát az Angcsomönlám kezdődik a Jinyi Szudákkal, és tulajdonképpen egy nagyon nagy hétágú ima. És amikor vége a hétágú imának, folytatódik a Jittával. Ez eléggé mély cucc. Jinyi, ahogy a dolgok vannak, mármint van, nem vanon túl, igaz? A jitta, tá az azt jelenti, hogy látni, tehát ahogy látszik, igaz, vista, latinul, ahogy tűnik, ahogy látszik, igaz? És akkor megnézhetjük, igaz, ezt a barackot, igaz? És akkor azt mondjuk rá, hogy barack, hát na, azt a relatív igazság szempontjából tényleg barack. De meddig? Ezt mindenki jól tudja, hogy mi lesz belőle, ha megeszem. És mindenki jól tudja, hogy a barack a barackfából jön, és a barackfának kell víz, fény, stb. Föld. Tehát ok és okozat. Igaz? Ok és okozat. Erre mondta Shantideva a 9. fejezetben, a tudat megértésében. Persze különböző iskolákkal vitatkozik. Igaz? És akkor a Számkhya iskolával vitatkozik, igaz? És na mit mondtok, igaz? A Számkhya iskola az azt mondja, hogy nihilisták, tehát hogy nincs ok és okozat. És akkor Shantideva azt mondja, hogy hát a ti gurutok mit visel? Miből van a ruhája? Hát gyapotból. És az nem gyapot magból jön, vagy mi? Hát a kettő ugyanaz. Hát akkor miért nem mondod meg a gurunak, hogy viseljen gyapot magot? Igaz? Hát hogy nincs ok és okozat? Igaz? A kettő nem ugyanaz. Egyébként karma van három része. Gyu, Csin és Dzsabu. Gyu az ok, Csin a körülmény, és a Dzsabu a gyümölcs. Igaz? A barack. Ok, vegyünk példának egy autóbalesetet. Igaz? Citroen, Lamborghini,
Összem egy igaz, fekete macska, rostok, tábla, stb. Most kijön a rendőrség, csinál egy papírt, hogy mi történt. Azok a körülmények, amiket a rendőrök felírtak, az okokat nem tudják. Az igazi ok, ami okozta a múlt életekből visszamenőleg 100 milliárd évekre, igaz? Tulajdonképp az történik, hogy amire megszületünk, a pendrive-unk ma úgy teli van, hogy a nagyon kevés dolog változtat az életünkön, amit ebbe az életbe csinálunk. Az nagyon erős kell legyen. Igaz? Nem 100%, semmi sem. Kétfajta karma van. Van a meg nem érett karma, és a teljesen megérett karma, ami még nem történt meg. Tehát, hogy megvan adva, hogy holnap után Sanyi vagy, de még nem történt meg, de már nem lehet változtatni rajta. Igaz? Még nem, már nem lehet, már teljesen meg van érve. És akkor van a nem megérett karma, ami már ott vannak az okok, de még lehet rajta moderálni, kicsit szobrászkodni. Igaz? Tehát van az ok, ami visszamehet milliárd életekre. Mert ez, amiben most vagyunk, ez csak egy vízcsepp az óceánban, igaz? Aztán, hogy nem emlékszünk a múlt életünkre, hát ez... Na, van itt valaki, aki meg tudja mondani, hogy mit evett pontosan egy hónapja. Igaz? Hát akkor mit beszélünk a múlt életről? Egyébként a bárdoban... Van három bárdó, amivel dílelünk. A halál okai, nem az okai, a halál jeleitől kezdve az újjászületésig három bárdon megyünk át. És az egyik egy csinyi bárdó, egy teljes agymosás, tehát nem megszakad a film, nincs hogy emlékezz rá. Két ember volt ebbe a korszakba, aki emlék, neki nem szakadt meg a bárdoba a tudatja, a Sakyamuni Buddha és a harmadik karmapa, akitől lesz a tanítása Mahamud Ramölam, mikor visszajövök a rock maratonról. Ha túlélem. Tehát értjük, még a karmapak közül is csak egy volt, karmapaksi és a harmadik, akinek nem szakadt meg a filmje. És akkor mit beszélünk mi? Igaz? Tehát van ok, visszamehet nagyon sok időre. A körülmények az amit látunk az autóbalesetben. Az, amit látunk, igaz? Ki hibája volt, mit tudom én, mi a körülmények. Csin. Tibetül. És a gyümölcs az pedig, hogy mi lett. Igaz? Azt is látjuk. Az okokat nem látjuk. Az csak egy megvilágosult lény látja. A körülményeket látjuk, hogy mi lett belőle. Na most nagyjából ez a három formája a karmán. De mind a három, a másik háromnak valamilyen. Értem? Tehát az okok az valami másnak a gyümölcse, és valami másnak a körülménye, és akkor így lesz a karmából egy kurva nagy Google. Igaz, egy óriási internetet csináltunk, és ne csodálkozzunk, hogy nem lehet leállítani egy nap alatt. Igaz? Azért tervezte Jungon Control a 3 éves elvonulást 3 év, 3 hónap, 3 napra. Én kaptam mind a kettőn 1-2 hónapos hosszabbítást. Meg azt mondta, hogy kiszámította, hogy ez a minimum, hogy valaki el tudja érni a megvilágosodást. Értem? Az más, hogy a könyv végére hozzátette, hogy nehogy azt hitt, hogy úgy fogsz kijönni. Igaz? Eddig valami kérdésetek van-e? Tehát, mint hogy karma, ok, okozat, körülmény, és gyümölcs. Több lelkesedést is.
kevesebb klasszikus szöveg. Hogy az abszolút és a relatív igazság az nem kettő, és hogy erre hogy tudnánk esetleg a hétköznapokban emlékeztetni magunkat, amikor minden hát életben vagyunk? Ezt nem könnyű, egyszerűen lehetetlen felfogni, mert az abszolútot nem tudja, nem tudjuk felfogni a relatívat, ha az abszolútat, de jó tudni. Tehát ne úgy kezdjük, már eleve, hogy az abszolút igazság az túl van, de azt nem is fogjuk megérteni. Értem? De az abszolút az túl van tudatom, beszéden. Mi minden, most egy olyan világban vagyunk, hogy minden a tudaton belül van. Most benne vagyunk a ketrecben. Tehát amíg a ketrecben vagy, mindegy, hogy rendezed be. Nem jöttél ki. Igaz? A szamszára a szamszára. Igaz? De mint dharma tanítást jó tudni. Egyébként a Buddha azt hiszem 50 évig tanított, igaz? 34 évesen ért el a megvilágosodást, és 84 évesen halt meg. Az 50 év, igaz? Az 50, én mateket nem, nekem találták ki. Tehát 50 éven át, szó szerint 24 órán át tanított. Kivéve egy nap, amikor a saját unokatestvére ellene fordult, igaz, trónok harca. És kezdte a négy nemes igazsággal, igaz, és a négy pecséttel. Ezt tanította 14 évig. Mi most elolvassuk, nyomás Dzogchen, igaz? Tehát, ha nem értjük meg ezeket az alapokat, akkor nagyon nehéz lesz tovább. Egy ideig még hűítjük magunkat a Vajrayana a szépségével, de nem fogjuk megérteni soha. Tehát a négy nemes igazság tulajdonképp tiszta mulandóság az egész. Igaz? Hát miről szól? Ismerd meg az igazi szenvedést. Ha nem is akarunk beszélni szenvedésről. Igaz? Menj el egy karácsony estére, vacsorára, a szüleidhez, kezd azzal, hogy tudjátok, hogy meg fogunk halni. Na, imádni fognak. Imádni fognak, igaz? Jó. Tehát az első, hogy ismerd meg, az évek igazságnak, négy nem, ismerd meg az igazi szenvedést. Igaz? A második, ismerd meg a szenvedés okait. Tehát van egy poharad, tudd meg, honnan jött. Ha van szenvedés, kell legyen igazi oka. Igaz? Ha megtudtad az igazi okát, akkor megkapod a végét is. Na ez a négy nem. A negyedik az út, amelyik ide vezet. Van kérdésed? Honnan tudom meg az okát? Okinawából. Meditációval. Majd eljutunk oda is. Tehát értem? Igaz szenvedés, igaz okok, tehát nem hűítjük magunkat. Igaz, nem e-mailezünk, hogy minden szuper, a tengerparton vagyok. Igen, negyedik stádiumban rákkal, igaz. Hát nem ez van? De. Megkapod az igazi okát, akkor megkapod az igazi végét. És a negyedik, az ehhez vezető út. Igaz? A négy. Nem becsétszín, az jel. Szimbólum. Az első düzitámcsi mit apare, ami össze van téve, szét fog esni. Igaz? Totál ordinári doktrina. Semmi templom, Isten, hídgyülekezet. Egyszerűen ami összetett, az szét fog esni. Igaz? Második. Düzetem csimi tappare. Ne. Szacsetem csimi tappare. Minden érzés, szenvedés. Igaz? Minden benne van.
az elején nagy imádat, utána nem tudod, hova bújjál. Igaz? De minden érzés, szenvedés már benne van. Igaz? Miért? Mert minden változik. És miért változik minden? Murphy törvénye, automatikusan jön az első törvény, ami össze van téve, az szét fog esni. Igaz? A harmadik, hogy minden mentes, minden mentes az éntől. Igaz? Ezt azért jó baracknak, mert elneveztük baracknak, ő nem mondja, hogy barack vagyok, igaz? És stb. Különben is milyen énről beszélünk. Igaz? Eznek az okai napfény, föld, víz. Igaz? És amikor ez megszűnik barack lenni, akkor visszamegy a napfénybe, a vízbe, stb. Igaz? Ha nem lenne üresség, nem történne semmi a világban. Azért történik valami, mert van üresség. Ha beköltözöl egy üres házba, ha az nem üres, nem tudsz beköltözni. És úgy rendezed belőle, ahogy akarod, amíg van tér. Igaz? És a negyedik. Igaz, a nirvána az béke. Nagyon mély. Ha már békéről beszélünk, mindenki az izgibe keresi az izgit. Igaz? De mi az izgalom? Hát feltuningolod a motort. Igaz? Aztán közben elfelejtesz olajat cserélni, és akkor jön a motorcsere. Ezt én úgy tanultam meg, hogy nem cseréltem olajat a kocsimba, csak motort vagy kétszer. Aztán megtanultam. Rájöttem, hogy olcsóbb olajat cserélni. Igaz? Feltuningoljuk magunkat, és akkor jön a zuhanás. Igaz? Mindig követi egy depresszió. Igaz? Mindig követi a tuningot egy depresszió. A nirvana az béke. Az azt jelenti, hogy béke mit jelent a két extrém között? Tehát a létezés és a nem létezés között. Igaz, keressük az igazságot, és akkor jön a balhé a vallás és a tudomány között. Ez egy komoly nyugati betegség. Keleten a kettő együtt van, sőt nincs különbség a kettő között. De nyugaton még a világ, a tudomány és a vallás ölték egymást. Igaz? És az egyik a létezéssel van, és a másik a nem létezéssel, igaz? És akkor jön a vita. Ezért hívják a Matyamika, a középút. Értem? Nem létezés és nem létezés. Próbálsz meditálni az ürességen, úgyhogy intellektuálisan felállítsz egy, tehát eszkabálsz egy ürességet, az nem üresség. Igaz? Akkor próbálsz meditálni az ürességen, hogy mindent tagadsz, az nem üresség. Mert ha tagadsz valamit, az azt jelenti, hogy már elfogadtad, hogy van. Igaz? És akkor innen jön a tombányi, az üresség üressége. Erre mondta Shantideva, hogy oké, itt most, amikor nem létezésről van szó, igaz, az abszolút igazság szempontjából semmi sem létezik, de a relatív igazság szempontjából ez az asztal itt van előttem. Igaz? És ha befejelek egyet neki, az fog fájni nekem, nem az asztalnak. De azért relatív, mert nem volt mindig itt, és nem lesz mindig itt. Igaz? Meggyújtjuk, akkor pár óra múlva már nem lesz asztal. Igaz? De ahogy Einstein bácsi mondta, nem tűnnek el az anyagok, csak átváltoznak. Tehát relatív, függ. Igaz?
Tehát meditálunk, hogy ez az azt, nem az, hogy meditálunk, hogy az asztal nincs itt, hanem megértjük, hogy nem volt itt, és nem lesz itt. Most per pillanat relatívan itt van. Értem? És akkor így intelligenciával valahogy felállítunk valami logikát benne, még az a karma az logikán alapszik, igaz? De akkor ott marad az üressége, ami betölti azt, hogy volt egy asztal. Igaz? Na most meg kell értjük, hogy az az üresség sincs ott. És ezt hívják az üresség ürességének, igaz? Tehát amikor meditációról van szó, persze van analitikus és formátlan meditáció. Tehát felállítunk egy logikus vázlatot, igaz, a tudatunkban, hogy követünk valami logikus realitást, a relatív igazságot, de utána hagyjuk, nem, szőrszálhasogatást tovább, és utána nyugszunk benne. Értem? Több szó van a meditációra tibetül, gom az általános. De a mesterem, amikor gyakorlatilag mondta, hogy na most 5 perc meditáció, azt használta, hogy nyam, zsá. Nyam az azt jelenti, hogy egyenlőség. És zsák az nyugodj. Tehát, meddig tudod mondani magadba, hogy üresség, 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 igaz? Mahamudra, mahamudra, mahamudra. Hát mi csak egy szó. Hagyd. Nyugodj. Értem? Nem piszkálod tovább. Oké. Tehát akkor itt van ez a nagy internetünk, a karma, igaz? Tulajdonképpen egy átlag embernek nulla szabadsága van a halál után. Hogy hova megy? Nulla. Két dolog segíthet csak halálunk után. Egy, ha van egy mesterünk, aki képes rá, hogy segítsen, tehát fel tudja ismerni, hol vagyunk, igaz? És a másik, ami pozitív karmánk. Tehát egy átlag lény, nem is mondhatom, hogy ember, mert igaz, nem csak emberek vagyunk. Egy átlag lény halál után az intelligencia megszűnik. Az, hogy milyen mérnöki diplomád van, és hogy mennyi bankszámlád van, az nem szűnik meg, de már nem a tiéd. Hát még a tested sem a tiéd már. Igaz? Ezt nem lesz könnyű feldolgozni. Tehát a tudatunk megy tovább. Igaz? De nem az a tudat, amit most hiszünk, hogy van. Amit most használunk per pillanat, azaz ez életünk tudatja, ami nem tart csak halálig. Igaz? Most nem akarom széttörni ezt a poharat, de ha lejtem a pohárnak, véges a víz, szétmegy, igaz? Na, amikor lejtjük a poharunkat, a testünket, akkor tavészbachtaló. Akkor ez a tudatunk, ez a tudományunk, nyelvismerettől kezdve, mechanikáig, hogy tudsz vezetni kocsit vagy repülőt, ennek vége. Értem? Egy dolog megy tovább, a karma. Hát mondjuk az elején még az ez életednek a karmája.
de az nem tart sokáig. Na akkor most van ez a dolog, hogy 49 napig szoktak pudzsát csinálni, igaz? Mert Guru Rinpoche azt mondta, hogy annyi a maximum, hogy a bárdoban lehet valaki, kivéve ha öngyilkosság volt. De egy átlag ember, hát ha jól emlékszem, retreaten, amikor a bárdot tanultuk, egy olyan három és fél napig maximum, ha marad a bárdoban. Aki 49 napig marad a bárdoban, az azért maradt annyi ideig, mert tökéletesen el van oszolva a negatív és a pozitív karmája. Nem tudja, melyik úton menjen. Értem? Már nem, mintha választhatna. De ez olyan a választások, amikor 50-50, igaz? Mint Dániában, azt hiszem, amikor az EU-ban volt a szavazás, megcsinálták kétszer egymás után, és mind a kétszer 50-50 volt. Na, ugyanez van. De nagyon kevés lénynek van 50-50 karmája, igaz? Tehát általában amelyik dominál, az egyből vagy feldobja az embert, hogyha pozitív, vagy le, hogyha negatív. Igaz? Ha körülnézünk a világban, túl sok pozitív veszély nincsen. Sajnos. Tehát Szitvörünk Bocsi azt mondta, hogy kb. Annyi szabadságod van a bárdobban, mint amikor zuhansz a tizedikről, vagy mit tudom én, hányadikról. Tehát nincs semmi választásod, csak a vonzó erő. Tehát úgy dob a karma, igaz? Na most, hogy hova születsz, az megint relatív, függ sok mindentől. Persze attól függ, hogy mennyi a pozitív, és mennyi a negatív, de viszont ebben az esetben nagyon számít az, hogy halunk meg, tehát az utolsó körülmény. Nagyon könnyű haraggal meghalni. Igaz, Milarepa azt mondta, akarsz egy igazi tanítást a karmáról, nézd meg egy gonosz embert meghalni. Igaz? És ez azért van, mert rögtön a halál pillanata az nagyon fontos, mert az dobja az első lépcső, az első trambolinunk. Igaz? És az első trambulin lehet, hogy az az utolsó is. Értem? Tehát mondjuk valakinek volt egy nem szuper kóser élete, de valahogy nyugodtan halt meg, az képes jó helyre dobni. És fordítva, valaki lehet, hogy egész életében darmázott, de úgy halt meg, hogy ki volt borulva. És az az első gondolatot, ha harag, akkor az egyből asszociálódik a harag fájllel. És azt úgy hívják, hogy pokol. Igaz? Tehát nagyon fontos a halál pillanata. Csak az, hogy akkor már nagyon kevés esélyünk van megint kontrollálni magunkat. Igaz? Tehát ezért van az, hogy ahogy élsz, úgy fogsz meghalni. Igaz? Akkor most jön a vita, igaz? Főleg vallásokon belül, hogy kinek van igaza. Tehát mi a jó és mi a rossz. Igaz? Tehát a Buddha egyszerűen megkülönböztette a 10 negatív és a 10 pozitív cselekedetet. A kettő ugyanaz, csak ellentétes irányban. És nagyjából a 10 megfelel a 3 méregnek, a testünkbe, beszédünkbe és a tudatunkba. Ennyire szimpla, igaz? És persze a motiváció nagyon számít, igaz? Építhetsz ezt tupát is, az nagyon jó dolog, de az építetted, mert a szomszédnak is van, akkor annyi az érdemednek. Tehát értjük a motivációt, hogy az egy kicsit fontos dolog. Retreaten elég gyakori a leborulásoknál a forma egy verseny, igaz? Te hánynál vagy? Igaz? Semmi értelme.
az nem dharma gyakorlás, igaz? A három méreg, azt gondolom, tudjuk. Az első a nem tudás, finoman fogalmazva. Timuk szó szerint bunkót jelent, hülyét jelent, szó szerint. Vagy mondhatjuk marikpa, a szó szerint azt jelenti, hogy nem tudsz. Igaz, itt most nem arról van szó, hogy nem tudsz egy kocsikereket kicserélni és hülye vagy, hanem a saját tudatodat nem vagy képes felismerni. Igaz? Mindegy, hány diplomád van az ötvös lorándon. Igaz? Most, hogy nem vagyunk képesek felismerni saját tudatunkat, így elkülönítettük magunkat a külvilágtól. Ego. Én vagyok. Igaz? És mivel külön állunk, kívülről nézzük a meccset, valamelyik csapattal kell tartsunk, igaz? Van, ami tetszik, vonzódunk, kell még egyszer, vágy, kell még egyszer, függőség, kell még egyszer, és lét. És újra, és újra, és újra. Igaz? Így születik a lét. Tehát amikor a vágyakról beszélünk, hogy erénytelen, itt nem arról van szó, hogyha vágysz egy pizza után, akkor egy utolsó bűnös vagy. Hanem, hogy a vágyból lesz a ragaszkodás, tapadás, függőség és a lét. Igaz? Akkor van, amit taszítunk, és akkor abból lesz a... Hagyj békén, mert utállak, gyűlölet, és negatív karma, negatív karma. Tehát a testünkkel, beszédünkkel, tudatunkkal, tudat a legfontosabb, mert abból szüli a másik kettőt is, igaz? Tehát másnak a dolgaira vágyni, az már egy negatív cselekedet. A karmája nem olyan nagy, mert nem tettünk még semmit érte. Igaz? De ez a baby, ez fogja meg szülni a cselekedete. Mást utálni önmagában még nem szült nagy karmát, de ez fogja szülni a tettet, hogy befejelünk egyet a másiknak, igaz? Vakdelfin a tartályhajónak, igen. És az már negatív karma, igaz? Ami pedig a nem tudás, hogy az hogy szül negatív karmát, hát úgy, hogy nem hiszel a karmában és végzed ezeket a dolgokat. Ennyire szimpla. Igaz? Ennyire szimpla. Egyszer láttam egy zsidó rabit a tévében, azt mondta, hogy úgy látja az Isten aktivitását, mint a következményeit a tetteinknek. Kösz. Megmagyarázta? Igaz? Nagyon szépen megmondta. Tehát, ha azt hisszük, hogy nem lesz következménye bármelyik cselekedetnek, akkor nagyon nem tudjuk, hogy mi jön. Igaz? Valami kérdésetek van egyelőre? Kicsit itt a ürességhez kanyarodnék vissza, hogy ugye a hétköznapi életben... Itt van. Az elfogadás, az lehet a ürességnek egy megnyilvánulása? Hát, tulajdonképpen az egész dharma elfogadásról szól. Elengedés. Precízebben. Ezért mondtam, hogy hiába meditálsz 10 órát, hogy üresség, az semmit nem értél. De elengedni. Persze, hogy elfogadás az egész dharma. Hát azért utáljuk magunkat, mert nem fogadjuk el magunkat. Hát akkor mit mondjunk másról? Igaz? Néha bemész a szobádba, és eddig vagy magaddal. Igaz? Nem kell most beismerni, de...
de hazamehetünk is. Igaz? Tudat. Nem áll le. Igaz? Tudat, meg tibetül a megfogalmazása a tudatnak. Yulla sem su sim. Most sem a tudat. De tibetül akár melyik szó lehet ige vagy főnév. Sok sikert tibeti nyelvtanban. Ráadásul fordítva van ott minden. Az európai nyelvek mind, hogy van a sorrend, az igével kezdődik, és utána alany csállítmányban, hogy van? Alany állítmány. Tehát ige... Alany állítmány. Tehát ige, alany állítmány. Nincs, nincs külön ilyen, hogy ige. Alany állítmány. Az állítmány az ige. Kösz. Oké. Tehát az állítmány, és utána az alany. Tehát először az... Alany érdés. Állítmány. Laci, megy. Alany állítmány. I do. Laci. Szép. Megyek Pestre. Az magyarban. Én. Ja, az én ki kell hagyni, az kit érdekel. Mindegy, a tibetiben az ige a végén van. Tehát az igével fejezett be a mondatot, és ezt egy európai nyelvben még nem láttam. Tehát már fordítva is gondolkoznak. Ha te egy tibetivel leállsz veszekedni, már most megmondom, hogy vesztettél. Beszélhetsz egy jákkal. Semmi értelme nincs. Te ezt nem így kell, mert így. Aha, és csinálja tovább. Ezért világosodnak meg. Az indiaiak, egyszerűen nem lehet velük beszélni. Tehát ami mi logikának nevezünk, az egy nagyon összetett, komplex matrix. Amit ők logikának neveznek, az, hogy így van. Ezért világosodnak meg. Mi szőrszál hasogatást csinál. Még a világ boxkesztyűvel számoljuk a szőrszálakat, igaz? Amerikában mondják nitpicking. Tudjátok, mit jelent? Számolni a tetűtojásokat. Itten késik a vonat egy percet, már 5 öngyilkosság. Indiában 6 órával később jön a busz. Pff, még egy teát. Tehát, na mindegy. Szóval, menjünk vissza a tudat, szem. Ez az általános szavuk a tudatra. És akkor van Yulla Sem Su Sem. Yulla az egy tárgy, vagy ország, de egy tárgyról van szó. Tehát egy tárgyhoz, vagy egy tárgyra tudatosan tudatolni. Tehát az egyik az tárgy, az egyik tudat az tárgy, és a másik ige. Tehát a te tudatod a tárgyra irányulva tudatol. Jól megaszontam? Na ez a meghatározása a tudatnak, tibetia. Aztán go figure. Tehát már eleve benne van az, hogy én, te és a kettőnk közötti valami dualizmus. Amíg van dualizmus, addig a relatívban vagyunk. Tehát, amíg nem engedjük el, igaz? Addig csak fokozzuk a drámai feszültséget, igaz? Ezt csináljuk még a világ, igaz? És ahogy öregszünk, nem lesz könnyebb. Nem csak fizikailag fáj mindenet, hanem fent is kezdenek rozsdásodni a gépek. Úgyhogy jobb minél hamarabb. Tehát a lét, igaz? Nagyjából biztos hallottátok már, van 6 létforma, igaz? Nem tudom, olvastátok Dantenak a La Divina Commediáját, az valahogy. Valahogy túl precízen írta le a poklokat.
Nagyon megfelel a tibeti buddhizmusnak. Egyébként ez, hogy tibeti buddhizmus ilyen nincs. A tibeti buddhizmus az egy az egybe az indiai buddhizmus átültetve, csak Indiából kinyírták, igaz? Muzulmánokra kenik, de ők csinálták. Szektárianizmus. Igaz? Az én iskolám jobb, mint az én buddhám jobb, mint a tiéd. Persze, ez van mindenhol. Na mindegy. Szóval Tibetbe valahogy átültették a dharmát, és pár száz év múlva Indiából eltűnt szinte teljesen. Tehát az a 2% dharma, ami most van Indiában, az csak Theravada. Igaz? És akkor Tibet tulajdonképp az egyetlen ország, amelyikben ami megmaradt a dharmából, megvan. Az csak egy töredéke, igaz? De a többi országok is, még Kína is, aki jóval Tibet előtt már buddhista volt, a legtöbb szutrát még tibetiből kellett fordítsák. Tehát a szanszkrit már nincs. Nem létezik. Shanti Devának a könyve egyik a nagyon kevés, hogy megmaradt szanszkritról. Tehát az, hogy tibeti buddhizmus, az buddhizmus és kész. Tehát nem, hogy mit tudom én mi. Igaz. De a hat létforma, igaz, az tulajdonképpen megfelel az öt méregnek. Igaz. Tehát beszéltünk a három méregről, a nem tudás, a ragaszkodás és a taszítás, ami tulajdonképpen nem más, mint vágy vagy harag, ami tulajdonképpen nem más, mint remény és félelem. Igaz? Csak a remény egy nagyon pozitív szó nyugati kultúrában. Remény, fiam, remény. Aztán jön majd a csalódás, fiam, csalódás. Igaz? Tehát remény. Jó, persze van valami, amit kell csinálni az életedből. De tulajdonképpen a remény az egy illúzió, amit felépítesz, igaz? Menj 17 évig iskolába, tanulj meg komputermérnöknek lenni, aztán elmész egy nagy corporationhez dolgozni, kurva nagy fizetéssel, veszel egy palotát, még két Lamborghini, és utána kirúgnak. Na? Hol az álmod, hely? Hol virágzik meg? Ennyit a reményről, igaz? Tehát a remény az mindig kergetni valamit, amit még nincs. Igaz? És a harag az félelem tulajdonképpen. Tehát úgy félsz, hogy már támadsz. Igaz? Nagyon finom a vonala. Védekezés és a támadás között. Igaz? Most ez a kettő szül még két mérget. Ez egyik befelé irányul, a büszkeség. Igaz? Én vagyok a titán. Van kétfajta büszkeség. Az egyik csak, hogy mit tudom én, büszke vagy a szakmádra, vagy a nemzetiség, még nem bántottál senkit. Magadnak okozol egy egót vele. Tehát megvilágosodás szempontjából nem éppen egy pozitív. Viszont ez nagyon könnyen átdőlhet a gőgbe. Igaz? Akkor diktátor vagy. Igaz? Nagyon könnyen átmegy a gőgbe. Ez inkább férfi dolog. Mácsó. Kakaskodás. Igaz? Összemennek minden kos. Aztán 5 perc múlva söröznek. A másik az kifelé irányul, másfelé irányul az irigység. Igaz? Állandóan piszkálni a másikat. Igaz? Na és ez az öt méreg. Tulajdonképpen ez szüli a hat világot. Persze csodálkozunk, hogy öt méregből hogy lesz hat világ. Hát az emberi világ egy ilyen lecsó, ilyen tumultus.
amikor már 50-nel többen csüngenek a buszon, mint annyi férőhely van, igaz? Egyébként Csungpa Rinpoche azt mondta, hogy paranoia szempontjából a legrosszabb az emberi. A többi létformában nagyon precíz minden. A szenvedés, az élethoz teljesen be van táblázva. Az emberi lét, amelyikben soha nem tud, hogy mi lesz. Honnan, mikor halsz meg. Értem? Pokolba beszületsz, mit tudom én, a négyes számú hideg pokolba, meg van adva pontosan, hogy mennyi az életkor. Stb. Na már most akkor vetjük ilyen szimplán, hogy a harag szüli a poklot, igaz, a kapzsiság szüli az éhes szellemeket. Egyébként az éhes szellemek élete egy hajszálnyival jobb, mint a pokol. Látom, most már le van fordítva a Pátra Rinpoche-nak a tökéletes mesterem szavai. Hát annál jobb leírás nem fogtok sehol kapni, igaz? Tehát azt a könyvet mélyen ajánlják. Ez hiába egy Dzogchen Nyendro gyakorlatnak a leírása, mindenki kéne olvassa, mert maga az alapja ugyanaz. Tehát azon kívül, hogy a Dzogchen Senpa másképp néz ki, attól még ugyanaz a gyakorlat, de mindegy, a négy nemes gondolat, nem négy nemes gondolat, na, Lodonan Bajzsi. Hogy hívjátok magyarul a négy gondolatot? Négy gondolat, amely az elmét, dharma gyakorlás irányába fordítja. Lodok azt jelenti tibetül visszafordít, tehát a szamszárától visszafordítja, négy gondolat. Annál szebb leírás nem fogtok kapni, igaz? Tehát én azt nagyon ajánlom, hogy annál jobb tanítást nem fogtok kapni sehonnan, igaz? Egyébként Pátra Rinpoche-ra mindenki elfogadja, hogy ő volt Shanti Deva. Igaz, megnézed az életét, ugyanaz. Hátrahagyott egy nagy könyves, elment a fenébe. Igaz? Soha nem volt semmilyen. Egyszer Pátra Rinpoche-t meghívták Katokba. Katok az egyik nagy Nyingma kolostor. Kagyiben vannak több vonalak, a Nyingmában van 6. nagy kolostor, és a legtöbb kisebb kolostor belé tartozik valamelyikbe. Még azt különböző tértonokra koncentrálnak. És van egy Katok-Szitu Rinpoche, ez nem Taj-Szitu Rinpoche, ez Katok-Szitu Rinpoche, egy Nyingma láma, Dzogchen láma. De valahol láttam, hogy a kettő ugyanaz tulajdonképpen. Tehát két emanációja van, mind a kettőbe szolgál. És Pátra Rinpoche elment a Katokban valami tanításokat leadni, és persze Szitu Rinpoche meghívta a szobájába, igaz? Vacsorára, vagy mit tudom mi. És Pátra, aki egész életét kinélte le, csövezett mindig, nézi, hogy be van rendezve, kínai szőnyegek, oroszlánbőr, minden. És azt mondja a Katok Szitu Rinpoche-nak, hogy van egy teáskanna, olyan nehéz, ma alig bírom. Nem fogadod el? Hát azt mondta a Szitu Rinpoche, hogy nagyon szívesen találok helyet neki. De megértette, hogy mire célzott. És tudta, hogy nem fogják elengedni, úgyhogy pont mind a Buddha elszökött. A saját kolostorából éjjel lelépett. Hát megértette, hogy azt mondja a Pátra, hogy ez már nehéz, már nem bírom. Nem fogadod el? Na mindegy, szóval éjjel lelépett, 2 hétre ment el. Tehát, mint távolság, nem mind időszak. Tehát 2 hétig ment, hogy nehogy megkapják. Igaz? És élete végéig barlangban élt, igaz? És soha nem fogadott el semmit, csak ételt. Igaz? És egyszer jött egy szép fiatal lány, hozott neki joghurtot.
És azt elfogadta, és adott neki egy bazi nagy türkiszt helyébe, és azt mondta, hogy nem sokára találkozunk. Benne született újra. Na, az képesség, hogy megmond. Igaz? Térte mindjárt Dorje, akitől a gyógyító Buddha, vagy az Amitabha Sadhana jön. Az látott egy állapotos nőt a piacon, és azt mondta, hogy neked többet nem lesz gondod megélhetésre. Látta, hogy benne van a következő karmaba. 200 életére emlékezett, előre és hátra is. Igaz? Tehát ilyen mesterekről beszélünk, igaz? Akkor mit beszéljünk arról, hogy értették a tudatjukat, vagy nem? Igaz? Tehát most vissza a hitre, megéri hinni bennük. Valami kérdésetek még van? Én a halál pillanatára lennék kíváncsi. Eljön. Biztos, hogy eljön. Mondtad, hogy a halál pillanatában nagyon sok minden eldől. Tehát nagyon fontos, hogy akkor milyen tudatállapotban vagyunk. És hogy hát igazából azt tudom elképzelni csak, hogy csak úgy lehet az ember nyugodt afelől, hogy a tudata rendben van, hogyha ha olyan állapot... Ha tényleg rendben van. Hát igen. Tehát hogyha ha dolg, hogy lehet azt, tehát hogy lehet egy olyan nyugalmi tudatot folyamatosan állandósítani, hogy tudsz azon dolgozni, hogy a haraggal, hogy ne legyen többet problémád azzal, hogy a harag... Erről szól az egész dharma tanítás. Erről szól az egész dharma tanítás. Igaz? Tehát nem elégedhetsz meg azzal, hogy részlehetnye itt vannak. Tulajdonképpen, amíg meg nem világosodtál, addig még van mit turázni. Igaz? Na azt mondják, hogy ha képes vagy felosztani a testedet halál után szivárvány részeké, akkor az már egy biztos jel, hogy... Ezt hívják szivárványtestnek, igaz? Tehát az én mesterem mestere elérte a szivárványtested, igaz? Az én mesterem, amikor meghalt az idén, hát azt már nem lehet, mert békén kell hagyni a testet egy hétig. Tehát az nem úgy van, hogy egy és szivárvány, hanem egy, beletelik egy olyan 7-8 napba, igaz? Vagy két hétbe is. Függ a körülményektől. De ez ma nem lehet, mert viszik el a testet, igaz? Na most menj, vitatkozz az amerikai kormánnyal, igaz, hogy itt egy megvilágosult ember halt meg, igaz? Tiszta szivárvány volt minden. És hagyott pénzt, hogy 7 hétig a kedvenc vendéglőjébe menjünk mindig enni, azon a nap, amikor eltávozott. Tiszta szivárvány volt 7 hétig. Na, amikor ezt megcsináljuk, igaz? Akkor biztos helyen vagyunk. Ezért mondta Pátor Rinpoche, hogy olyan a dharma gyakorló, olyan kell legyen, mint egy legelésző tehén, igaz? Hogy hát meddig legel a tehén egész nap? Nem fejlő. Tehát, hogy eszi ezt az adagfüvet, már nézi a következőt. Na, ilyen kéne legyen a dharma gyakorlatunk. Sajnos nagyon gyakori méreg a büszkeség, hogy kicsi dharma gyakorlás után azt hiszük, hogy ma minden tuti. Igaz? Hát én látom, hogy nem jött ott el 20 éve a kolostorba, így cserélődnek az emberek, és mindig azért mennek el, mert ők már megvannak világosodva. Azt hiszik. Igaz? Tehát, visszamenve a halálra, hát... Tulajdonképp halálkor szétesünk. Igaz? Tehát a 4 ellenből vagyunk, igaz? Amit a nyugati fizikusok, mi hány elemet csináltak már? 300 hánynál vannak? 300 fölött vannak már, nem? Azt tudom, azon a héten, amikor Lemmy meghalt a Motorheadből, találtak egy új elemet, soha nem ezték el.
Lemiumnak nevezték el. Na mindegy. Tulajdonképp négy ellemről van szó. Minden, ami szilárd, az földellem. De az nem muszáj kimondottan föld legyen, igaz? A jég is. Amíg szilárd, addig földellem. Igaz? Minden, ami csepp folyós, az vízellem. Ebben benne van a sósav is, igaz? Tehát nem muszáj csak víz legyen. Minden, ami meleg, az tűzellem, igaz? Mert tulajdonképp a tűz benne van. És minden, ami gázjellegű, az levegő. Tehát amikor azt mondják, hogy levegő vagy földelem, akkor az nem kimondottan arra a tárgyra. Minden, ami annak megfelel, igaz? Tehát mi ebből vagyunk. És amikor ez megszűnnek, tehát amikor megszűnik az életünk oka, édes mindegy, hogy az egy lassú rák, vagy egy autóbaleset, ugyanúgy lelassul minden, mint a filmekben autóbalesetkor. Tehát ha valaki tud povát csinálni, akkor van ideje. Igaz? Tehát szácsú. Tehát amikor a föld beleomlik a vízelembe, akkor már nem érzed az izmaidat. Már nincs kontrollod az izmaid fölött. Tehát a földellem megszűnt. Amikor a vízelem beleomlik a tűzelembe, akkor kiszárad a szád, a szemed, tehát az érzékszerveidnek vége. Még élsz, de már nem ízlelsz, már nem hallasz, a tapintásod már megszűnt. Akkor a tűzellem beleomlik a levegőbe, akkor a testhőmérsékletnek vége, igaz? De ez most nem úgy, hogy egy pillanat alatt, kérdeztem a halott kémet, azt mondta, jó, 8 óra azért megvan. De te már nem érzed, tehát kihűlsz. És amikor a levegő ellen beleomlik az éterbe, akkor az az utolsó lélegzet. Tehát látjuk, hogy a négy ellen, amiből vagyunk, hogy fog szépen fordított sorrendbe visszamenni. Igaz? De a tudatunk az megy tovább. Na most, amikor kiszáll a tudat a testből, ez sem egy pillanat. Ez is egy ilyen idő. Függ a karmánktól, igaz? Amikor kiszáll a tudat a testből, akkor ez a tudat megszűnik, mint ami most volt. Tehát amit eddig tudtunk, mint tudat, annak vége. Ami megy tovább, az a szél, a karma. Igaz, a vihar. Tehát az visz tovább. Tehát akinek nulla fogalma van a tudatról, annak már semmi képessége nincs, hogy valamit tegyen, hogy megfogozni. Értem? És hát, ja, meg az érzékszervek 9-szeresékre nőnek. Tehát amennyire irítál minket most egy pof, az 9-szerese lesz ott. Igaz? Tehát sokkal irritáltabbak vagyunk ott. Hát főleg, hogy elvesztettük a testünket. Egyébként nem is tudjuk, hogy meghaltunk egy ideig. Tehát egy akkora ütés, hogy nem is tudjuk, hogy hol vagyunk. Mind amikor be vagy bombázva, mint Dresda, és felkelsz egy buli után, és azt se tudod, hol vagy. Volt már olyan bőven. Na, kb. Az. Tehát egy időbe telik, hogy rájöjjünk, hogy meg vagyunk halva. Igaz? De minden esetre visz minket a vonat. Igaz? Zuhanunk, és nem tudunk tenni semmit, mert csak a karma dob. Tehát mivel nincs semmi fogalmunk a tudat természetéről, nem tudunk tenni semmit érte. Na most, ha valami kapcsolatunk volt egy megvilágosult mesterrel, az az egyetlen esélyünk. Igaz? És minél több kapcsolatunk van vele, annál több az esélyünk, igaz? És ez megy egy ideig, és akkor jön egy következő bárdó. Azt persze mondják, hogy jön a
jönnek a haragos istenek és a békés istenek, igaz? Ez tulajdonképpen a saját tudatunk tükörképe. De akinek nincs gyakorlata, szinte nulla esélye van, hogy felismerje. És akkor már eleve kiborul, és akkor már jön a negatív újraszületés egyből. Ne felejtsük el, hogy itt nincs testünk. Tehát amire gondolunk, ott vagyunk. Most hiába gondolsz Amerikában, nem vagy ott. De ha bárdoba, amire gondolsz, ott csak egy tudatod van, aminek nincs formája. Igaz? Szintelen, szaktalan, büdös gáz, igaz? Tehát amire gondolsz, az ott van. Egy pillanat harag és odadob? Igaz? Pokol. Igaz? Egy pillanat harag és odadob? Mondsz egy omani pémi hangot? Odadob. Értem? Na most, ha neked az a szokásod, hogy te felkelsz, igaz, pisülsz egyet, csinálsz egy teát, utána leülsz omani pémi hangozni, akkor ugyanez lesz a bárdobban is. Igaz? Szokás az szokás, de az még megmarad, de az nem tudatos. Hát, na, olyan tudatos. Igaz? Tehát ne csak a negatívra gondoljunk halálkon, hanem pozitívra is. Meg ne felejtsük el, hogy a mulandóság az tulajdonképpen megvilágosult szempontból, ha nem lenne mulandóság, nem lenne megvilágosodás. Igaz? Ezért van a tantrában annyi koponya, nem a heavy metal miatt. A koponya az mulandóság, igaz? És a mulandóság az boldogság. Miért? Mert ha nem lenne mulandóság, mindig ilyenek lennénk. Tehát minden reggel felkelsz ugyanazzal a reumával, igaz? Már a hócipőt teli van egy idő után. Tehát a mulandóság az elvezet a boldogságba egyszer, ha jól csinálod, igaz? Tehát a tantra szerint a koponya, igaz, ott van Gurumpocsi, egy koponyából issza a cuccot, az a boldogság. Ennyire szimpla, igaz? Tantra szempontjából. Felejtsük el, hogy tantra az rövidítés mindenhol. Igaz? És tehát, ahogy megyünk a bardóban, mivel nem vagyunk képesek felismerni, minden a tudatunk természete, úgy, mint most. Igaz, most alszunk egy nagyot, volt egy írta hosszú álmunk, igaz, lehet az 3-4 év, úgyhogy emlékszel minden napra. Na, ha nincs üresség, akkor ez hogy lehet? Ha? Hol van a hely? Hát volt rá példa, hogy valaki emlékezett, elvitt egy gályarabnak, emlékezett minden egyes napjára, 3 évig is felkelt. Ja, aztán elszökött. Ez valami orvos volt, valami pszichológus volt. Elvitt egy gályarabnak, megszökött, elkapták és felakasztották, és leszakadt az akasztófa, a fejére esett. Úgy kelt fel, hogy a függönytartó a fejére esett. És akkor jött rá, hogy egy pillanat alatt történt az egész. De ezt nem is hiszitek el, hogy egy pillanat alatt, akkor is csak 5 órát vagy 8 órát aludt, akkor se fér belé 3 év, hogy minden napra emlékezzél, igaz? Tehát amikor van egy ilyen nagy álmunk, vagy egy kicsi álmunk, édes minden, Shanti Deva azt mondta, hogy persze valami hazugság, mindegy, hogy egy 5 perces vagy 10 millió éves az ugyanolyan hazugság, akkor felkelünk, és tudjuk, hogy az egész egy hinta volt, az nem volt igaz. Igaz? Azt álmodtam, hogy kalozokkal pertut ittam. Tehát tudjuk, hogy nem igaz. De azt, hogy minden nap felkelünk ugyanabba a szobába, azt elhisszük, hogy igaz. Amíg meg nem halunk. Akkor fogunk rájönni, hogy ez is ugyanakkora szivatás volt. Ugyanakkora. Pontosan. Akkor fogunk rájönni, hogy az irodád, a kocsid, családod, vége. Igaz? Akkor fogunk rájönni. Jó. Akkor jön egy bardo, azt úgy hívják, hogy Csönyi bardo, igaz? A Dharmadhatu bardo. Ez egy teljes filmszakadás.
Igaz, hát Dharmadhatu, a világ mindenség, itt már mindenen túl van. Igaz? Most akinek van valami jogikus gyakorlata, az ebbe a pillanatban felismeri, hogy ez a tudat így megszabad. Már nincs test. Most nagyon nehéz megvilágosodni, mert itt vannak a szkandák. Meg kell tisztítani őket. Igaz? Amikor meghaltunk, nincs testünk. Csak a tudatot dobáljuk. Annyit kell csinálni, hogy felismert, hogy ez a tudatom, és vége az egész játéknak. Game over. Igaz? Tehát bármilyen dharma gyakorlatod van most, az nem fog elveszni a bárdóban. Nem csak a negatív fog dobni lefelé, a pozitív is dob felfelé. És ne felejtsük el, Szitulom Pacsi mondta nekünk, hogy nem nihilizmusról van szó. Tehát ez nem úgy van, hogy amennyi rosszat csináltunk, ami van. Valami volt. Nem tudjátok a viccet a székelyen? Hát a székely látott 100 farkast a vonatból. Mondják neki, hogy te János, te! 100 farkast, 80 volt. De te János, 70 volt. De te János, a farkasok nem 50 farkasnál. 14-es csoportnál 20 farkas látott. De te János, jó van, ha egy farkas volt, de itt még senki nem látott farkast. Valami volt. Aki volt már Székelyföldön, jobban fel tudja mérni ezt a viccet. Na, ezt csináljuk mi is. Valami volt. Lesz. Van. Igaz? Tehát, Szitulom Pacsi azt mondta, hogy az a sok negatív karmánk, amink van, valami volt, igaz? Az nem úgy van, hogy ugyanannyi pozitívat kell csinálni, mert ott is van, igaz, van sör, abban ennyi alkohol van, igaz? Ebben 50%. Bor, szilvórium, háromszor főzött. Tehát nem az számít, hogy mennyit ittál, hanem hogy mi van benne. Tehát, főleg a tantrában olyan gyakorlatok vannak, itt most egy átlagos csinriziról vagy táráról beszélek, igaz, nem is kell az ánutrajogán tantrákba belemásznunk. Azt mondta Gurum Pocsi, hogy ha 21 napig esik az eső, még meg tudod számolni, hány csepp volt. De kimondasz, egy omani bémeungot már nem tud megszámolni, hogy mekkora ereje van. A Buddha azt mondta, hogy ha képes vagy szamádiba ülni, tehát valami koncentrációs meditáció, nem. Igen? Tehát valamennyi koncentráló képessége. Nem olyan nehéz tulajdonképpen. Próbálj meg csak számolni 21-ig, az már koncentráció. Igaz? Tehát a fonalat tartod. Azt mondta a Buddha, hogy képes vagy szamadiba maradni annyi ideig, mint amíg innentől idáig elmegy a légy. Igaz? 3 centi. Az eonokat tisztít meg. Értem? Tehát ne csak a negatívról beszéljünk, karma szempontjából. Pozitívról is. Tehát a bárdoba ez nagyon sokat dob. Sőt, csak az dob felfelé. Értem? Csak az dob felfelé. Tehát vegyük úgy, hogy gyakoroljuk a csinrézi gyakorlatot, és eljutunk a bárdoba, jönnek a békés istenek. Kész. Az csinrézinek nézed őket, és kész, ott vagy. Devachan, első osztály. Ki van párnázva? Ha egyszer a Devachanben vagy, annak már könnyű felmenni. Aztán ezen nincs mit vitatkozni, hogy melyik tiszta földbe akarok újra születni. Mert a Devachanben nagyon szépen le van írva, egyszer ott vagy, oda mész, ahova akarsz. Még az is benne van, hogy hajnalra visszaérsz. Igaz? Akkor jön egy bárdó, amit úgy hívnak, hogy Csünyi bárdó, igaz? Az a teljes filmszakadás. Tehát ami tudatod volt, ami tudatosságod volt, az eddigi életedről,
az eddig tartott. Ezután jön a filmszakadás, és kész, üresség. És utána a karmát szerint, hogy mi lesz az újjászületés, ami csak az okokból fakad, igaz, semmi másból, tehát megint karma, az innen már kezdődnek a körülmények megszilárdulni, hogy mi leszel. Igaz? Tehát, hogyha halacska leszel, akkor már kezded megszokni, hogy kis másképp jogázol. Értem? És amikor megtörtént az újjászületés, igaz? Akkor amíg az az élet tart, addig azok a kondíciók vannak. Igaz? Most nem értjük, hogy a macskák miért csinálnak különböző dolgokat, de ha annak születünk, akkor meg fogjuk érteni. Igaz? Tehát okok, körülmények és gyümölcs. Állati birodalom, tulajdonképpen az ember is állati birodalom, ebben nem lehet kétkedni, mert látjuk a szemünkkel, igaz? A többit nem látjuk, s akkor kétkedünk. Akkor még vannak a félistenek, a szúrá. Tibetű lamain, tulajdonképpen azt jelenti tibetű, hogy nem istenek. Ez a félisten, ez valami nyugati mitológiai cucc lehet. Lamain az azt jelenti nem istenek. Tehát tulajdonképpen egy balhéról ott van szó, hogy a félistenek birodalmából nő egy fa. Csak olyan magas, hogy a gyümölcs az isteneknél van. Hát ugyanúgy, mint a világban, igaz? A prolik dolgoznak le, és a stábok szedik le a gyümölcs. Ez mindig így volt, mindig így lesz. Ezt amíg a szamszárában vagyunk, mindig így lesz. Igaz? Most modern rabszolgák vannak, igaz? Járhatsz Lamborghinival is. Lehet öt házad is, úgyis elveszi a bank a házadat, ha akarja. Igaz? Most nem kell lánc. De amíg el vagy adósítva, addig rabszolga vagy. Igaz? Beszélünk szabadságról. Politikai, gazdasági szabadság. Tulajdonképp csak egy szabadság van, a tudat szabadsága. Igaz? Ha a tudat szabadsága megvan, akkor a többi már nem számít. Igaz? Azt hiszem, Dodupcsinnek. A Dongcsin Nyinting vonalból. Azt hiszem, Dodupcsinnek volt a tanítványa. Az Okcsén vonalban volt egy pali. Nem tudom, a szöveg tisztán leírja, hogy nem tudja, hol volt. Tehát egy Kínában volt, egy városban, de nem tudta a város nevét, csak ott volt. Legalább valaki boldog. És ott volt egy kivégzés, tehát egy vaslót felhevítettek. Igaz, belül tűzzel, és ráöltették a másikat, hogy jó kínai módszerekkel, na. Nem mintha az európaiak jobbak lettek volna. Na mindegy, kivégzés előtt kérdezte, hogy mi van itt, hát mondták, hogy ezt ki kell nyírni. És azt mondja, hogy én voltam a bűnös, hagyjátok őt. Hát jó, mint legtöbb esetben igaz, nem volt bizonyíték. Úgy kicserélték, ez élve elégett, úgyhogy így egy-egy szó csak így nézett az ürességbe, és kész. Na ez, aki megvalósította a végső igazságot. Értem? Aki megvalósította, annak nem szám, ez a tudat szabadsága megvan. Beszélni róla nagyon könnyű. Igaz, de megvalósítani az más. Igaz? Tehát a félistenek az azt mondják, hogy az irigység az oka az újjászületésnek. Dzsadzsók. Csungpa Rinpoche azt mondta, hogy dzsadzsók tulajdonképpen nem irigységet jelent, hanem az már szkizofrénia. Igaz? Amikor már tombolsz az irigységtől, igaz? Tehát brutális karma. Egyébként a... A félistenek birodalma anyagilag szuper.
Tehát szó szerint egy gazdag birodalom, mint az embereknél. A milliárdosoknál, igaz, a multiknál. De ugyanúgy ölik egymást. Az irigység miatt. És akkor van az Istenek birodalma. Hát mondják, hogy a büszkeség az oka, hát azért, mert felvágsz valamire, nem fogsz az Istenek birodalmába születni. Rengeteg pozitív karma kell, hogy oda szülessen valaki. Van 33 vagy 37 foka van, már nem emlékszem, nem érdekes. Tehát kezdődik lentről, és megy felfelé. Van egy másik metódus felosztani a szamszárát. Valami ok miatt ez a az a hat birodalom elterjedt nyugaton. A tibetiek általában azt mondják, hogy kamsum, tehát a három világ. És ez már más felosztás, ez már nem a hat létforma, hanem a három világ, tehát a vágyak birodalma, a forma birodalom és a formátlan birodalom. Na most a vágyak birodalmában az van, akinek még vannak vágyai, tehát a szamszárának a 99%-as kész. Tehát az Istenek birodalmának háromnegyede még mindig a vágyak. Indra és Brahma még mindig ott van. Igaz? Mert a vágy szüli a létet. Nagyon szimpla. Igaz? Félünk az ürességtől. Igaz? Félünk az ürességtől. Akkor, ha megszűnik a vágyak birodalma, utána még van kettő, a forma és a formátlan. A forma azt az hívják formának, mert még van testük, de már nincs vágyuk. Na, ide nagyon magas jogig kerülnek. Tehát nem lehet mondani, hogy a büszkeségtől. De mégis miért került ide, és mi nem világosult meg? Mert egy kicsi büszkeség ott volt, hogy létezik. Értem? De nagyon kemény jogik jutnak ide. Az élethoz billiárd évek, totál boldogság, de még mindig szamszára. Tehát egy nap, és onnan már csak lefelé mész. És akkor jön a formátlan birodalom. Igaz, Zugmékány? Még formájuk sincs. Ott már nincs reuma, szifilisz. Formátlan egy tudat, amelyik abszolút boldog körülményekhez képest, de még mindig a szamszára. Azt hiszem négy van mind a kettőből, van négy formas, négy formátlan birodalom. Tehát Tibet úgy is hívják őket, hogy a Samten, vagy Samadhi, tehát a koncentrációs helyek. Tehát szamszára, de irtomagas koncentráció kell oda születni. Mindegy, a tény az, hogy totál időpocsékolás, mert amikor vége, akkor olyan minden jó vakáció. Amikor vége, akkor mehetsz vissza melózni. Semmi különbség, igaz? Két hétig Hawaii DJ, aztán nyomás vissza a lámpagyárba. Igaz? Tehát ez a szamszára, igaz? Tehát okokból születik a következmény. Igaz? Amíg meg nem állítjuk az okokat, addig nem fog leállni magától. Igaz? Akkor jön a vita, hogy hol kezdődött a szamszára. Hát ezt a mesterem nagyon könnyen elmagyarázta, hogy a körnek nincs eleje. Korva szamszára, tibetül azt jelenti, hogy kör. Igaz? A körnek hol az eleje? Na, mutasd meg nekem. De van vége, ha megvilágosodtál. Igaz? Valami kérdések? Mondtad, hogy az üresség ugye az sem létező. Ti nagyon bírjátok ezt az üresség témát. Ezt összehasonlítanék, mert lehet, hogy nem érdemes. Nem kell csak gyakorolni valami, de... Tudod, mindent, amit de előtt mondanak, nem számít. Én nagyon csiplek, de... És szoktak ugye példákat a térrel, hogy a térrel esetleg valami... Hát tulajdonképpen a szamszára... Vagy valami... Tulajdonképpen a szamszára az
A szamszára tulajdonképpen az tér és idő, relatív. Az abszolút igazságban megszűnik a tér és az idő. Miért? Mind a kettő relatív, van eleje és vége. Tehát térnek is az asztal itt kezdődik, és itt végződik, igaz? És az idő is. Tehát 10 perc múlva leára dumánk. Mert volt eleje és van vége. Mind a kettő szamszára. A Mahayana szutrákban van egy példa, hogy egy bodhisattva egy mikrométerre volt, hogy eléri a tizedik bumit. Igaz, ami a Mahayana szempontból a megvilágosodás, igaz? A Kagyüben van 13 bumi, a Dzogchenben 16. És a Buddha észrevette, hogy egy kicsit türelmetlenség benne van. Na most ne keverjük össze az allegóriát a filegóriával, épp csak, hogy elérte a tizedik bumit, az azt jelenti, hogy a kilencediken már rég ott van. Tehát amikor türelmetlenségről beszélünk, ez egy nagyon kifinomult, nem pedig, hogy ott verte az ajtót, igaz? De a Buddha ezt képes volt felfogni. Igaz? És azt mondja neki, hogy mennyi idő alatt ugrott ki az a parázs a tűzből és ért földet? Igaz, és akkor mondják, hogy egy másodperc vagy ilyesmi. És akkor kérdi, hogy te mikor megkezdted a dharmát gyakorolni, és addig a pillanatig, hogy eljutottál a tizedik bumig, ami mindjárt bekövetkezik, mennyi időt eltelt? És mondják, hogy nagyon sok, azt mondta, nem igaz, ugyanannyi, mint amennyi a parázs kiugrott és földet ért. Relatív. Értem? Nem, de igen. Tehát ezt értsük meg, hogy a relatívben mindig van de, hátha, stb. Szőrszál hasogatás, igaz? A szőrszál hasogatásban annyi jó, hogy... Tehát annak is van pozitív része. Tehát precizitás. De egy idő után hagyjuk, és engedjük el, és akkor lesz meditáció. Értem? Ne felejtsük el, hogy a rengeteg mahasiddha, indiai és tibeti analfabéta volt. Tehát nem kindeleztek meg, mit tudom én. Hogy a körnek miért nincs eleje? Vagy kezdete? Hát hol kezdődik? A kör miért van kezdet nélkül? Van itt egy matematikus? Én, ha jól emlékszem, a kör megfogalmazása trigonometriából az volt, hogy egy egyenlő, sugarú, távolságra fekvő pontok halmaza. Egy pontból, tehát a középpontból kiindulva, egyenlő sugarú. Tehát mindegy, hol kezdett. Lehet, hogy egy kicsit az visz félre, ha rajzolok egy kört, ugye azt nem tudom másképpen rajzolni, mint hogy itt elkezdem valamit. De ahányszor rajzolsz, annyiféleképpen kell, annyi helye kezded. Ez visz félre, mint... Érted? Aha. Figyelj, valami volt. Valami volt. Megy két székely az utcán, még bever egyet a másiknak, de olyant a kert végéből. Másik fel kell, azt mondja, hogy ez jobb, ha igazi volt, mert viccnek rossz volt. Azt szeretném csak kérdezni, hogy a hozzáállás az úgy helyesen, hogy sokszor a buddhista fogalmak, meg ez az egész terminológia úgy távol áll a hétköznapi életemtől, hogy viszont így helyes hozzáállás az úgy jó, hogyha úgy nagyjából úgy állok hozzá a dolgokhoz, mint hogy egy moziba ülnék, és akkor amit látok, az minden egy vetítő vászon, és minden csak egy film. Mert viszont a mozi élmény az közel áll hozzám, tehát ez is sokkal, csak hogy ez így helyesebb, hogy
így közelítsen meg. Tulajdonképp mindig moziba vagyunk. Ez a dualizmus. Hogy bentről nézzük a filmet, amit mi projektáltunk, csak nem tudjuk, hogy mit csináltuk a filmmel. És az egész meditációnak. És aztán az lesz, hogy a film átveszi a hatalma. Solaris. Igaz? Láttátok Pater Sparrow-nak az egyét? Ugyanaz az író, az is Stanislav Lem. De megcsinálta ez az agytrösz magyar filmet. Nézd, a YouTube-on rajta van beütött Pater Sparrow 1. De a számot. Ha csak beütöd 1, akkor tudod, mi jön ki a Google-on. Magyar rendező, csak ez a művész neve. Hát azt a filmet, ha megnézed, nem tudod, hogy ki vagy. Mindegy. Szóval itt az történik, hogy mi állandóan moziba ülünk, csináljuk a filmeket, és aztán elfelejtjük, hogy mit csináltuk a filmet, és a filmek átveszik a hatalmat. A meditációnak pont ez a témája, hogy mi vegyük át az irányítást, nem pedig az illúziónk, a projekciónk. Értem? És ez a mi is relatív. Igaz? Ez is relatív, hogy mi. Na most, ami a tantrát illeti, hát szerintem nagyon nagy falat a nyugati világnak. Már két okból is. Az egy, nagyon könnyű összetéveszteni a görög mitológiával, meg a viking mitológiával, mindegy milyen mitológia. Nagyon könnyű úgy látni, hogy az egész csak egy mitológia. Kettő, abszolút hitet követel, ami a mai szőrszál hasogató világban. Igaz? Nem egy könnyű. Én elnéztem, hogy ocsárolták a mesteremet. Amikor meghalsz, kihez fogsz imádkozni te? Ő szivárvány lett, amikor meghalt, belőled mi lesz? Tehát a tantrában már nem is hit van, ott már mögű, abszolút odaadás. Náropa, amikor találkozott Tilopával, nem volt semmi bizonyítéka, hogy ő Tilopa. Annyit mondtak neki, hogy ez egy halász. Tudjátok, hogy mi volt Indiában egy halász? A legalsóbb kaszt. Egy gyilkos. Igaz, az indiai brahmanista rendszerben húst tenni egy utolsó kaszt ette csak, igaz? És akkor azt mondták, hogy ott van Tilopa, de az nem jogi. Hát nézd meg, mit csinál. Igaz? Azt persze nem látták, hogy ő megette a halat, egyet patintott, és az ment tovább, igaz? Mint Dzsupakülle, igaz? Levágja a juhot, megsüti, megeszi, ment tovább a juh, igaz? Vagy Dolcsince. Tehát nem volt semmi bizonyítéka, hogy ki ez a Tilopa, igaz? És első dolga volt felvinni a 7 emeletes toronyos, azt mondta, hogy ha van itt valaki, akinek van hite, akkor az kiugrik. Naropa körülnézett, hát egyedül volt. Én jövök. Igaz? Kiugrott, fasírt, igaz? Pizza lett belőle. Hát azért a hetedikről mondjuk. Na. És akkor jött Tilopás, azt mondta, hogy fáj. Hogy a fenében ne fájjon. Azt mondta, hogy aki hisz az énben, megérdemli, hogy szenvedjen. És akkor megérintett, és meggyógyult. Tehát ez volt az első bizonyítéka, hogy kivel van dolga. De addig nem volt semmi. Igaz? Tehát megkövetel egy abszolút hitet. A második dolog, a Vajrayanával úgy hívják, hogy Tumongma Imbétékpa, a nem normális jármű. Nem úgy, hogy nem normális, hanem nem átlag. Tumong az ordinárit jelent, igaz? Csak Magyarországon az ordinári az egy káromkodás. A latinul ordinári azt jelenti, hogy átlag, igaz? Csak a magyarok mindig kiforgatnak mindent. Igaz, a magyarok képesek a kenguruk szexuális életét is magyar szempontból nézni, igaz? Ebbe jók.
Tehát a tantra az úgy hívják, hogy a nem átlagos jármű. Theravada, buddhizmus, igaz, került a világot, mert nem jó. Mahayana, ott már van üresség, tehát ott már nem létezik a nem jó és a jó, de azért még mindig a hat paramitán belül van. Tehát a Mahayana út az a hat paramita. Ez a Mahayana út. Igaz? A tantra, ott már nincs semmilyen törvény. A mesternek egyetlen dolga van, hogy baszogasson reggeltől estig. És mindegy, mit csinálsz, nem jó. Márpa és Milarepa. Mindenbe beleköt. Olyan Isten nincs, hogy valamit jól csinálja. Ez a dolga. Tehát addig piszkál. Igaz? Amíg kiborulsz, és akkor... Na ez az. Látod? Volt egy Tibetben egy Chogyur Limpa, azt hiszem, hát persze, az utolsó nagy térten Chogyur Limpa fájt a gyomra, persze teli volt gázzal, a levegő ellenmel, és mondjuk az ilyen ima fesztiválon nem szokás durrantani egy volt, igen. És akkor próbálja visszatartani, és a mestere tudta. Hát ha meg vagy világosodva, már ennyit tudsz, igaz? És akkor elmegy mellette, és jól belérúg, ez kiszakad. Ez az! Másik, mi? Ez a tudatod természete. Tehát úgy be volt fosva, hogy egyszer nem gondolkozott. És akkor azt mondta, hogy ez az, látod? Tehát... Padampa Sanyi, biztos hallottatok róla, állítólag ő volt Bodhidharma. Ha megnézzük a metódusait, egy az egy ugyanaz. Na tőle jön az egyike a nyolc vonalaknak Tibetbe, Shizé úgy hívják, a békítő vonal. Tulajdonképpen a Prajna Paramita Sutra, tehát a Mahayana Sutrakon alapszik. Na neki azt ebből csinálta a Mácsik Lábron a csővonalat. Tehát a Shizé az abból áll tulajdonképpen, hogy fogadj el mindent. Ki beszélt? Te beszéltél itt megbékélésről, az a Shizé vonal. Fogadj el mindent, ahogy van. Mácsik Lábdzsön már tovább piszkálta, hogy hívd az ellenséget, igaz? Ahhoz már kell egy kis kakaó, igaz? De Padampa Sanyinak volt ez a metodusa, hogy állandóan piszkálta a tanítványait. Hát az sem volt normális. Az apja Mandzsusri volt. Hagyj békém, az apja halászkocs nem volt otthon 6 éve, amikor megszületett. Szerinted ki volt az apja? Igaz? Na mindegy. Szóval Mandzsusri volt állítólag az apja, igaz? Nem viselt ruhát. A Himalája alatt él Tingri, szó szerint ott van a Himalája alatt. Hát gondolom ott ment a légkondi, igaz? Soha nem viselt ruhát. Ezek tanítványai, hogy kérlek, valamit vegyél már magadra, igaz? Ő nem vesz semmit, ami be van varva. Na akkor hoztak neki egy jubört és azt az ágyéka köré tekerte, igaz? Akkor volt egy felvágos valaki, aki bebizonyítsa, hogy Padampa Sanyi csak egy bűvész. Meghívta ebédre, és a párnája alá tette a Prajna Paramita szutrákat, hogy ő majd rá fog ülni, és a szentségtörés igaz. Hát jött Padampa Sanyi, rá is ült, szóltak is neki, hogy te egy utolsó hülye vagy, mert ráültél arra, és Padampa Sanyi nem tudja, miről beszélsz. Hát ott van alatta, és kihúzza a szöveget, és üres lapok. Na? Megcsinálta, hogy a betűk visszajöttek aranyból. Na ezt csináld meg. Igaz? Aztán ő is azt csinálta, hogy volt egy tanítványos, mentek koldulni kajáért, de mindig, ahogy láttak egy házat, nem ez a következő.
aki volt már Tibetben, tudja, hogy a következő ház az 5 hét múlva jön. Ezt addig csináltam, amíg a másik megint teljesen kiborult, és akkor mondtam, hogy ez az, látod, ez az. Ezeket csak azért mondom el, hogy amikor egy ilyen mestered van, nem könnyű hitet. És mindent megtesz. Tapos rajtad, mint egy szivarcsikken. Ha bírod. Ha nem baszogat a mester, akkor az azt jelenti, hogy nem... nincs kit. Nem érsz annyit. De ha látod, hogy állandóan rajtad van, akkor az jó jel. De mindent meg. De a mesternek az a dolga, hogy az egódat eltiporja, nem az, hogy mosolyogjon. Nem facebookozik. Igaz? Tehát a Vajrayana, én nem azt akarom mondani, hogy a nyugati kultúrában nem jön be, de nem egy könnyű eset. Értem? Megint visszamegyünk a hitre és a szorgalomra és a motivációra, igaz? Másik dolog, ha egyszer már kaptál beavatást egy mestertől, már nagyon késő meggondolni magad. Akkor már nem gondolhatod meg magad. Az már számájáddal játszol. Nem játszol, töröd. Értem? A mesterem mindig mondta, hogy Lamala mögü, Szongyila Dépa Szincsila Nyingyi. Tehát a mesterben legyen odaadásod, a Buddhában legyen hited, és a lények iránt legyen együttérzésed, igaz? Na, ha valaki kérdi, hogy mi a helyes út, hát ez. Na most a tibeti buddhizmus nem létezik Vajrayana nélkül. Tehát előbb-utóbb csak belérsel egy beavatásba, úgyhogy az ügyei mit csinálsz a mestereddel. Főleg, ha kaptál beavatást. Tanítás még elmegy, de ha egyszer kaptál beavatást, azon ne játsszál. Na, köszönöm, hogy eljöttetek. Valami volt. Sunam de yedam jezi bani tunani be donam bamjini jigana je balam du bai de be zola zola jambar ba wa je da je balam gi du zam ba de ya ne je ne de da gi ni je zan da no ji ge wa de da da je ram nugo ge wa de ni je wa gun sunam ye she zo zan ne sunam ye she ne ju ma ta ma ku ni do pre zo zan ye ku su ni be zan na ju ni mi ni de be zan na ge de be zan de be zan ji da no am na du ba shu Il y aura qu'une de yon dans la madame d'Ami, tu dis pas la non, je n'ai que ça dans la mienne de la donnée. Doji Chang et compagnon, toujours. Non, mais gâte, c'est que ce nom est qui vient d'adoquer Dorat, hein?